3664-en jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, ebből első helyen 1928-an jelölték meg az intézményt, ami azt jelenti, hogy ennyien szeretnének az egyetemen tanulni. A tavalyihoz képest is többen választották a Nyíregyházi Egyetemet. A gazdálkodás, menedzsment, a csecsemő és kisgyermeknevelő és a tanító alapszak a legnépszerűbb. Dr. Onder Csaba, az egyetem rektora, a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Csak nagyon címszavakban említettük meg az idei jelentkezési statisztikát és a főbb számokat. Azért az mindenképpen biztató, hogy a tavalyihoz képest többen jelölték meg első helyen az egyetemet. Minek köszönhető ez, akár az egyetemi rangnak is? Hát én azt gondolom, hogy nyilván ez egyfajta presztízs növekedés, tehát hogy megváltozott a nevünk, és ez azért érezhető jelenik meg a számokban is. Nem csak nálunk, hanem más olyan egyetemeknél is, akik szintén velünk egy időben váltak egyetemekké. Én ilyen óvatos duhai vagyok természetesen. Nagyon örülök annak, hogy az első helyes jelentkezéseink száma olyan 16%-os növekedés mutat az előző évéhez képest. Tehát majd szeptemberben fogjuk meglátni a valós számokat, amikor tényleg megtörténnek a beiratkozások. De az biztosan kijelenthetjük, hogy valamiféle elmozdulás történt arról a holdpontról, ahol az intézmény az elmúlt években volt. Az elemzéseink azt mutatják, hogy körülbelül most visszaértünk a 2013-as szintre, és ez azért ezért mégis jó érzés. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogyha megérkeznek hozzánk az első évesek, akkor őket megfelelően kell fogadni, hogy ne érezzenek majd csalódást, tehát bizonyítanunk kell azt, hogy igen, érdemes volt ide jelentkezniük. És hát itt nagy figyelmet kell fordítani a bent lévő hallgatóinkra is, hiszen a mi egyetemünkön is, csak úgy, mint más intézményekben, azért igen magas a lemorzsolódás. Ennek nagyon sok oka van, ezeket vizsgáljuk, próbálunk ezen segíteni. A legtöbb esetben egyébként nem is tudjuk pontosan azt, hogy miért hagyják el az adott intézményt a diákok. Nem feltétlenül azért, mert mondjuk a tanár úgymond kirúgja őket, vagy nehéz a tananyag. Látni kell azt is, hogy azért ebben a megyében mondjuk úgy, hogy a fizetőképes kereslet azért nem olyan magas, mint mondjuk a gazdagabb régiókban. Tehát mondjuk egy önköltséges képzésben résztvevő hallgató gyakran előáll az, hogy mondjuk nem tudja fizetni a tandíját például. Nagy gond például még a nyelvvizsga, tehát még itt is van azért rendesen munkánk. Ugye a felméréseink azt mutatják, a különféle munkaadók is azt jelzik, hogy általában gyakorlatot szeretnének egy munkavállalótól, illetve nyelvtudást. Na most ez esetben kicsit jól állunk, hiszen mondjuk az új duális képzési formák, különösen a mérnökképzési, gazdálkodási területen már gyakorlatot fognak adni a hallgatóinknak, tehát hogy akkor itt örülhetünk, hogy akkor valamit sikerül ledolgozni. A nyelvvizsga az pedig egy, úgy látom, egy ilyen társadalmi probléma, hiszen hamarosan 2020-tól úgy néz ki, hogy kötelező lesz bemenetnél is a nyelvvizsga, tehát elvileg már csak olyan hallgatók fognak érkezni, akik ezzel rendelkeznek, de azt látom, hogy ez egy nagyon nagy gond. Tehát itt is próbálunk segítségre lenni a hallgatóinknak. Igen, hát ehhez volt központi segítség is egyébként az elmúlt években, de ha már említette rektor úr, akkor mennyiben ragadt diploma van körülbelül még ma is az egyetemen? Hát én ezt így darabszámra nem tudom megmondani. Ugye egy évben kétszer van ünnepélyes diplomaosztó, január végén, illetve júliusban, de elárulhatom, hogy folyamatosan írok alá diplomákat. A mai napon is írtam alá több diplomát. Ez azt jelenti, hogy az abszolutóriummal rendelkező hallgatóink, amint megszerzik a nyelvvizsga bizonyítványukat, és ezt bemutatják, akkor számukra kiállítjuk az oklevelet. Tehát azt látom, hogy azért ez egy folyamatos, tehát küzdenek, dolgoznak a volt hallgatóink azért, hogy megkapják az oklevelet, de egyébként hát országosan ilyen 60-40% az arány, tehát 40% az, ami bent ragad. Nálunk ez az elmúlt években még ennél is rosszabb volt, tehát amellett, hogy örülünk, hogy úgy tűnik, hogy sokan akarják választani a Nyíregyházi Egyetemet, nekünk az is a munkánk, hogy el is juttassuk őket a diplomáig, és itt, amit mi tudunk tenni, azt igyekszünk megtenni. No, még egy gondolat, visszakanyarodunk ahhoz, hogy miért szimpatikus a Nyíregyházi Egyetem a továbbtanulók számára, milyen a képzési kínálata az egyetemnek.
Hát a képzési kínálatunknak alapvetően két fő profilunk van, hogyha lehet ezt mondani. Az egyik a pedagógus képzés, és akkor abban nagyon sok minden benne van. Ugye az előbb elhangzott, hogy az egyik legnépszerűbb szakunk a kisgyermek és csecsemőgondozó szak, de egyébként a tanító képzést is említhetném. Népszerűek egyébként a pedagógus továbbképzések is, tehát ott is van jelentkező. A rövid ciklusú tanárképzési szakjaink is kedveltek. A pedagógus, pontosabban a tanárképzés területén, ugye ez az általános iskolai úgynevezett 4+1-es tanárképzés, ott is észlelünk némi növekedés, de még így is messze elmaradunk attól, amennyi a, mondjuk a kapacitásunk. Tehát ez még nyilván azzal is összefügg, hogy mondjuk milyen helyzetben van a tanárképzés. Nem tett jót a Bologna rendszer a tanárképzésnek 2006-ban. Utána ezt sikerült visszafordítani, visszaállítani. Én azt látom, hogy a szakemberek most is azon dolgoznak, és mi is azon gondolkozunk, hogy, hogy az életpálya modell mellé hogy tudnánk egy olyan képzést is tenni, ami még vonzóbbá teszi ezt a pályát. Igen, és a másik fő terület az pedig a mérnök képzés, tehát a műszaki, agrár, mérnöki képzés. Itt is észlelünk egyébként növekedést. Én most külön megnéztem, ugye nagyon kíváncsian várjuk a duális képzéseinknek az eredményeit, de még most nem tudjuk megmondani, hogy duális képzésre hányan jelentkeztek, hiszen először egy alapszakra veszik fel a hallgatókat, és utána a partner vállalatok, akikkel szerződésbe álltunk, tulajdonképpen ők döntik el, hogy akkor kiket és hány főt vesznek el, de ott is érzékelünk egyfajta növekedést. Ezek mind a tartalmi változások, amelyek az elmúlt időszakban végbe mentek az egyetemen, illetve az egyetemi ranggal párhuzamosan megtörténtek. A tegnapi napon az egyetem elfogadta az intézmény fejlesztési tervét, ami egészen 2020-ig szól. Ebben az intézményi fejlesztési tervben mi szerepel? Hát ez olyan, mint egy üzleti terv. Tehát, hogy végig gondoltuk azt, hogy nekünk mi a feladatunk. Ugye alapvetően a magyar felsőoktatás rendszerében elfoglal egy helyet, egy szegmenst a Nyíregyházi Egyetem. Tehát, ha úgy tetszik, az állam bizonyos feladatokat megszab számunkra, hogy mi a dolgunk, mit kell például képeznünk, de ahogyan azt ránk bízza, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani. És természetesen mi figyelembe veszük azt is, hogy melyek azok a társadalmi, gazdasági igények, amelyek itt helyben, a szűkebben vett régióban jelentkeznek. Na most ezeket gyúrtuk össze, és ezek alapján alkottuk meg a főbb stratégiai irányokat, prioritásokat, akcióterveket, és ez vonatkozik az oktatásra, oktatásfejlesztésre, a kutatási feladatokra. Ott például nagyon fontos az, hogy alkalmazott tudományok egyetemeként mi igyekszünk mondjuk a kis- és középvállalkozások innovációs kapacitását fölépíteni, helyzetbe hozni, őket támogatni, tehát iparközeli fejlesztésekben részt venni. Ha úgy tetszik, használhatóvá tenni a mindennapi életben azt a tudást, amit, vagy konvertálni azt a tudást, amivel rendelkezünk. Tehát a legfőbb cél a hasznosság, tehát hogy hasznára legyünk az itt élőknek, hogy tanuljanak itt Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemen, és utána lehetőleg itt találjanak munkát maguknak. Tehát azt hiszem ez a legfontosabb célkitűzése ennek a intézményi fejlesztési tervnek, ami hosszú hónapokig készült igazi nagy csapatmunkában. Nagyon örültünk tegnap, amikor a szenátus ezt elfogadta. Ez jó érzés, mert legalább tudjuk, hogy milyen irányba szeretnénk menni. Most már csak idézelbe annyi van hátra, hogy akkor legjobb erőnk szerint megvalósítsuk ezeket a célokat. Mi pedig ezeket úgyis követni fogjuk, hiszen a Nyíregyházi Egyetem a térség legnagyobb egyeteme. Köszönjük szépen, rektor úr, hogy itt volt nálunk.